A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket! Hogyan lehet a fenntartatóság szempontjából jól ünnepelni a karácsonyt? Milyen fát válasszunk, műfenyőt vagy vágott fenyőt? Mit kezdjünk az ételmaradékokkal? Többek között ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok, akik részt vettek a Mátyás Corvinus Kollégium előadásán. A köztérben számítunk figyelmükre. Maga a karácsony ugye egy olyan ünnep, ami évről évre visszatér, és sok kérdés vet föl, akár olyan értelemben is, hogy milyen fenyőt, fát válasszunk. Rengeteg olyan lehetőségünk van karácsony alkalmával, ami ugye adott ugye a mai fogyasztói társadalmunkban, legyen az akár műfenyő, vagy földlabdás fenyő, amit ugye cserepes fenyőnek is szoktak több esetben hívni, illetve vannak úgynevezett alternatív fenyők is, amik többféle anyagból készülnek el, és lehet akár ezáltal a karácsonyunk dísze, de mindegyikről külön lesz majd egy dia. Itt maga a vágott fenyő kérdése is ilyenkor fel szokott merülni, hogy tényleg melyik a jobb választás, ugye a műfenyő, vagy a vágott fenyő, de erről is majd lesz szó, illetve lesz még egy plusz extra megoldás a karácsonyfa vásárlás kapcsán. Azon a képen amúgy én vagyok, csak még itt szakáll nélkül vagyok látható. Évek ezelőtt ilyen így is kinéztem, de ugye eltelt pár év és meg kicsit megváltozott a fizimiskám, de térjünk is vissza a témára. Ugye a műfenyő előnye és hátrányai, sokan ugye azt mondják rá, hogy praktikus, mert ugye évről évre csak ki kell venni a szekrényből, ki kell tenni az asztalra, vagy ahol éppen tárolni szoktuk a karácsonyfákat, és emiatt ugye hosszú távon akár költséghatékony is lehet, mert egyszer adjuk ki ezt az összeget rá, és ugye ezáltal évről évre megspóroljuk a vágott fenyő, vagy akár földadás fenyőnek az árát. Nemrég voltam kint, én Kistarcsán élek, és ott a kistarcsai fenyőfa árus 11 000-től ugye az csillagos égig árulja a különböző vágott fenyőket, többféle típusban, a mérethez is kötik ezt, de ugye egyszeri költséggel a műfenyőt ugye ki tudjuk váltani, és akár 10-20 évig is velünk lehet. Emiatt praktikus is, és főként az idősebb korosztály szokta választani a műfenyőt, mert ugye ha mondjuk egy bérházban vagy egy panelben lakik, egy lakásban, akkor oda azért felhordani egyedül vagy ketten is még azért nehézkes dolog szokott lenni egy vágott fenyőt. De van a hátránya is ugye van a műfenyőnek. Ha jó minőségű műfenyőt vásárolunk, akkor akár tényleg ez a 10-20 évig is el lehet velünk, de sajnos volt olyan divatja, ami 15 év ezelőtt, amikor szegény édesanyámmal azon gondolkodtunk, hogy hogyan tudnánk spórolni így karácsony alkalmával a fenyő témában, és akkor vásároltunk egy műfenyőt, ami két év után tönkre is ment. És ez attól is függ, hogy miért vásárolunk, tehát ezért oda kell erre is figyelni. És ugye maga a hátránya az előállítás a legtöbb esetben, mert nem Magyarországon vagy Európában állítják elő, hanem külföldről hozzák be, főként Kínából hatalmas konténerhajókkal több ezer kilométer távolságból, és ugye emiatt egy környezeti lábnyoma van, ami miatt ugye terheljük vele a földünket, és a zölden, tehát környezettudatosan akarjuk megélni a karácsonyunkat, akkor ilyen szempontból hátrányos mindenképpen. És maga az újrahasznosítás hiánya is, mert legtöbb esetben az ilyen műfenyők többféle anyagból, nem csak kimondom, a műanyagnak is többféle verziója van, és alapvetően ilyen kompozit keverékanyagokból készülnek el ezek a műfenyők, aminek nincsen háttéripara, hogy valaki azt szétszedje, szétválogassa, és megfelelően szortírozva, megfelelő üzembe újrahasznosításra küldje a műanyag fenyőnek ugye maradványait, és ezáltal legtöbb esetben csak a kukába tudjuk betenni, a kommunális kukába, ami a legjobb esetben elkerül egy égetőbe, és hogy megfelelő zárt körülmények között ugye azt elégetik, és energia lehet, vagy lesz belőle. De rosszabb esetben ugye a szeméttelepre kerül ki, ahol akár évtizedekig, ameddig azt, ott van, vagy akár több száz évig is, mert műanyagból van, ott tenyészik a föld alatt. És ugye idővel, ugye, ahogy mondtam is, romlik az állaga, ez is egy olyan probléma, hogy akár még a jobb minőségű műfenyőknél is szokott ez fordulni, hogy észreveszük azt, hogy hullanak a műanyag tűlevelei, és azt is ugye takarítgatni kell, de igaz ez ugye persze a vágott fenyőre is, vízkereszt felé egyre gyakrabban hullja rajta az is a
a tűleveleit, és ami talán még egy nagyobb hátrány, amit sokan ezt tudtak érezni, az a természetes fenyőnek az illata, hogy amit amúgy a műfenyő nem tud megadni nekünk. Ilyenkor szokták ugye azt választani a kedves karácsonyozók, hogy ugye vásárolnak egy-két ágat, vagy a kertből levágnak ott lévő fenyőről egy-két ágat, és oda teszik a műfenyő alá, hogy legalább az illat így meglegyen, hanem ilyen illatosítóval érik ezt el. Föllabdás fenyő előnyei és hátrányai, ugye erről is lehetne beszélnünk, mert nagyon sok esetben ezt szokták választani, hogyha tényleg zölden akarnak az emberek ezzel foglalkozni. Azon a képen, amit ott látható, az a Érden, korábban Érden laktam, és az érdi családi telkünkön van ez a fenyő, ez az ezüst fenyő, ami itt látható. Ez 25 év alatt nőtt ekkorára, az a kép amúgy 2017-ben készült, ez egy drón felvétel. Direkt azért fotóztam le egy téli időszakban, hogy megörökítsem, hogy milyen szép nagyra nőtt. Közel 10 méter magasra nőtt meg ez a fa. Szerencsésen. Sok esetben az szokott lenni, hogy megveszik ugye az emberek a földobdás fenyőt, és karácsony után kiültetik, de ezzel kapcsolatban mindjárt is mondom a hátrányait is, de előtte még az előnyeivel kapcsolatban szeretnék egy-két szót szólni. Ugye a kertben ki tudjuk így ültetni, ahogy látható a képen is, és ezáltal ugye zöldíthetjük a környezetünket. Igaz, az is az a hátrányos verejárója, hogy a alatta lévő környezet ugye az kikopik, tehát a fű se marad meg szinte a tűlevelekből kioldódó olajos anyagok miatt. Illetve ugye ez akár évtizedig is lehet használni, tehát ha úgy tesszük ki a kertbe, hogy akár ilyen cserébe, vagy föllabdaszerűen belássuk a földbe, de úgy, hogy ki tudjuk azt szedni évről évre, pár évig így el tudjuk használni, úgymond karácsony alkalmával, vissza tudjuk forgatni a kertünkből, és későbbiekben, ha már olyan méretet öltött ez a fa, akkor véglegesen ki tudjuk ültetni. És ha úgy vesszük, ez egy emberséges megoldás is, mert sokszor a vágott fenyőre szokták azt mondani az emberek, hogy jaj, szegény fát kivágták, és akkor jaj, miért kellett megölni az ő életét, és így szomorkodva nézik a fát. Én is gyerekként, amikor karácsonyoztunk még, voltam 7-8 éves, emlékszek arra, amikor az édesapám behozta a vágott fenyőt a házunkba, és akkor azt tapasztaltam, hogy a fa elkezdett elhalni. Gyerekként egy kicsit megviselte ezt, hogy láttam azt, hogy egy szép fa, így egyszerűen elkezd barnulni, potyognak a tűlevelei, és látom, hogy kiszárad. Ugye lehet különböző módszerekkel, hogy a vágott fenyőt is hosszabb ideig fenntartani, úgymond élőképes állapotban, megfelelő öntözéssel, megfelelő kis tárkában, amivel úgymond a vízkeresztig biztosan el tudjuk húzni az életciklusát, a vágott életciklusát. Utána ugye már említettem ezt már, hogy a dián is látható, hogy növeljük vele a zöld felületet. Érdemes olyan közegbe tenni a fát, ahol hasonlóan olajos ágú típusú fák vannak. Itt mellettem úgy tuják vannak, ilyen nagyra nőtt tujáink voltak, vannak ott Érden. Abszolút szeretik így egymást, és így mondjuk szimbiózisban élnek, tehát nem nyomják el a másikat, és nem hatnak így ezáltal másikra károsan, hátrányosan. És kiváló szindioxid megkötőek szint úgy, mint a vágott verziójú fenyők is. Miért is? Mert kevesen tudják, hogy a tűlevelű fák sokkal több szindioxidot tudnak megkötni, mint a lombos fák, ami egy érdekesség ilyen szempontból, és emiatt is érdemes fenyőket ültetni, és emiatt is van például, a később idén fogok erről beszélni, de most már elárulok egy ilyen dolgot, hogy például a vágott fenyő ezért is előnyösebb a klíma szempontjából, mert növekedésükkor a kiütetett, akár magról vagy cseréről ütetett fenyő első pár évében, első 5-10 évében sokkal több széndioxidot köt meg, mint későbbiekben, amikor már terebélyesebben nő. És ugye a hátránya, hogy foglalkozni kell vele, sokan ezt elfelejtik. Tehát ha kiütöttem, ások egy gödröt, beleteszem, és teszek bele egy-két ilyen vitamint, amit a fának későbbi növekedéséhez kell, tápanyagot. Tehát folyamatosan foglalkozni kell vele, akár locsolni kell, akár ha mondjuk betegség megtámadja, akkor azt akár le is kell permetezni, de akkor is milyen fajta permetszerrel, biószerrel, vagy tényleges vegyszerrel. Tehát igazság szerint ez is egyfajta felelősség, hogyha vásárolunk egy föllabdás fenyőt, akkor az a törődni kell majd karácsony után is. Ugye ellentétben a vágott fenyővel, amit ide csak ugye kiteszünk a házunk el, és elviszi a kukás aktó. És ugye drágább, mint a vágott fenyő, ugye ezt tapasztaljuk, mert ugye ezt a fát ugye akár később ki tudjuk tenni a kertünkbe is. És emiatt ugye drágában adják. És maga a vágott fenyő előnye és hátrányai,
fenntartható. Én mondom ezt. Magyarországon, Zala megyében és Vas megyében, főként ebben a két megyében termelnek, tenyésztenek, ha lehet így fogalmazni, fenyőket, fenyőfajtákat, többféle típusban, és ott helyi gazdák ezzel foglalkoznak, kizárólag ezzel foglalkoznak szinte, és rendszeresen a kivágott fenyőt újra telepítik, és ez egyfajta körforgást is jelent. Ezáltal vannak gazdasági előnyei, Magyarországnak is, az országnak is, az államnak is ezáltal jobb, ugye GDP termel, több bevétele van az államnak, ugye a fenyő előadásokból. És ugye ez a hagyományos, legtöbb esetben ez van elterjedve világszerte, a vágott fenyő. Illetve még amit kiemelnék ezzel kapcsolatosan, már az előző dián is ugye a széndioxid megkötés is, ami ott előnyeit jelenti, az ilyen vágott fenyő is nagy mennyiségben tudja megkötni a széndioxidot, és későbbiekben, hogyha ezeket begyűjtik, akkor inkább ezt most nem mondom el, következő dián lesz ez is majd, akkor mi lesz, azt is majd részletezem majd. És ugye hátránya viszont az, hogy ha valaki otthon akarja komposztálni, akkor lassan komposztálódik. Kevesen tudják, de lehet, hogy önök közül többen is tudják ezt, hogy maga a tűlevélnek közel 7 év kell ahhoz, hogy lebomoljon komposztálás során. És ez viszont egy hosszú időszak. Nem beszélve arról, hogy például az ágak, illetve más részei a fenyőfának, akár még tüzelésre se annyira alkalmas első körben, hogy meg kell válni, hogy megfelelően kiszáradjon. De ettől függetlenül annak is többféle felhasználási része van, de ez a későbbi dián, ahogy mondtam, majd lesz látható. És ugye hulladékot képez, nagyon sok olyan tapasztalat van, hogy hiába vannak a lakossági felhívások arra, hogy hova kell kitenni a megunt karácsonyfánkat, fenyőnket, mégis rossz helyre kerül. Korábban én a hulladékvadász mozgalomnak voltam az ötletgazdája, egy applikációra alapult, amivel az embereket arra ösztönöztük, akkor még civil szervezeti vezetőként, hogy jelentsék be, ha illegális hulladék lerakást látnak, és nagyon sok karácsony utáni személydomb volt, ahol ilyen kidobott vágott fenyőfák voltak, és ebből fakadóan valamiért akkor az információ az adott emberekhez nem juthatott el, hogy rossz helyre vitték. Legtöbb esetben Magyarországon ugye az felhívásról ki van az adva, hogy jövő héten jön a kukásaktó a vágott fenyőért, és elviszik a házunk elől, ha kitesszük a kukánk mellé. És ez a legegyszerűbb megoldása, de emellett ugye, hogy lehet otthon is komposztálni, csak nagyon sok idő. És ugye van az alternatív karácsonyfa, amiről már beszéltem, látom, furán néz az úrot. Többféle dologból megoldható ez. Feleszti a kreativitást, mert hulladékból készítjük el. És ezek a különböző ilyenfajta alternatív fenyőkből az internet tele van, hogy ki hogyan, miként, miből csinálta meg, és ezáltal tette, akár meghitté is, ez az újszerű, Magyarországon még ilyen szempontból nem elterjedt karácsonyfa megoldással a szeretet ünnepét. Sokan, akik ténylegesen minimalizálni akarják a hulladékukat, azok ezt a megoldást is válasszák. És ugye, ahogy mondtam is, hulladék újrahasznosítást eredményez. Tehát rengeteg olyan környezetünkben lévő, sokak szerint szemétnek gondolt dolog van, ami kiváló alapanyag hulladék formájában már. Mert ugye a szemét és a hulladék között az a különbség, a nagy különbség, hogy a szemét az, amit már nem tudunk újrahasznosítani anyagában, a hulladék az, amit ugye be tudunk gyűjteni, szelektív hulladékgyűjtés kategóriájában, és akkor másodnyersanyagként az ipar ezt fel tudja használni. És ugye ez egyszerű megoldás is, a főként ilyen családosok szokták ezt használni, ahol a gyerekekkel közösen megcsinálják, felépítik ezt a egyedi karácsonyfát. És ugye a hátránya is ugye azért van vele, láttam az arcokat, ugye szokatlan elsőre, és emiatt ugye sokan így viszonyulnak tőle, hogy hát ezt azért nem akarom mégis, csak ez nem olyan, mint amit megszoktam. Nekem is amúgy elsőre körre az volt, hogy ilyeneket csinálnak, kicsit ilyen elvonatkoztatottnak éreztem. De ez is egy lehetőség. És ugye ezzel is ugye foglalkozni kell, mert azt az alternatív fenyőt is valakinek föl kell építeni. Ha már gyerek nem csinál meg helyettem, és ilyen szempontból ez is ugye időbe telik, és nem kell menni a boltba. És maga ez a plusz extra lehetőség a fenyőfa kölcsönzés. Erről már esetleg hallott valakit önök közül? Igen. Igen? És itt akkor Székesfehérváron is van ilyen lehetőség. Ugye a fenyőfárosoknál lehet ilyen földadás fenyőket ugye kölcsönözni, aminek ugye megvan az előny, hogy praktikus, tehát hogy nem kell utána vele foglalkozni, hogyha vége a karácsonynak, és ugye akkor nem kell elültetnem.
és abban a szempontból olcsóbb is, hogy béreljük arra az időszakra, pár ezer forintra, nem tudom most ebben az időben milyen lesz ennek a költsége, de alapvetően olcsó megoldás, mert ténylegesen megvásárolnánk a fenyőt. Igaz, az is előfordul, hogy sok olyan fenyőárus van, aki azt mondja, hogy ha mégse ültetnénk ki a kertünkbe a fenyőfát, akkor hozzuk vissza és visszavásárolja. Pont egy éve voltam Szegeden hasonló témakörben ebben a témában előadni, és ott egy szegedi lakos azt mondta, hogy ott volt a botrány a Szegeden, olyan értelemben, hogy a fenyőfa árusok mérgezték az ilyen fölladás fenyőket, abban a célból, hogy első nem látszik rajta, hogy meg van mérgezve, de a maga a földlabda részébe mérget fecsengedeztek, és szépen fokozatosan elhalt a növény. És emiatt nem tudták már kiültetni a kertbe, de úgy voltak vele egyes családok, hogy akkor is akarok egy földlabdás fenyőt ki a kertembe ültetni, és ezért elmentek és vettek egy másikat. És ezzel próbálták ösztönözni a fogyasztás az ottani kedves fenyőfaárusok, bízom benne azóta ilyen nem áll fönt, legalábbis Szegeden, illetve az országosan se. És ez fenntartható is hosszú távon. Igaz, a hátrányaként akár meg lehet nevezni azt is, hogy utaztatni kell A-ból B-be, tehát emiatt ugye van az a bizonyos káros kibocsátás, ami az autózással összeköthető, legyen az akár elektromos autó is, tehát valamilyen szinten egy emissziós értéket tudunk vele produkálni. Persze a kézbe valaki szívesen elviszi akár több kilométerre is, persze az egy jó kis sportos tevékenység, de alapvetően ugye legtöbb ember valamilyen eszközzel viszi le oda. És ugye, ahogy mondtam is, hogy sok esetben a... Ja igen, erről nem is beszéltem még, csak a hogyha kiültetnénk, arról beszéltem. Hogyha viszont bevisszük a házba, annak is van egy mikéntje, akár vágott fenyőnél is, biztos ez mindenki tudja, szinte mindenki, hogy a fát is nem egyből visszük be a bizonyos, nem tudom, 22-25 fokba, hanem szépen fokozatosan hozzászoktatjuk a mikroklímához. Tehát amikor megvásároltuk, akkor még mondom, bejárati ajtóhoz, az kicsit később, hogyha mondjuk az előtérben hűvösebb vannak, oda betesszük, ahol mondjuk van 15 fok, és a későbbiekben szépen visszük így be a megfelelő helyére, és ezáltal nem fog lepotyogni hirtelnyébe, akár vágott fenyőnek sem ugye a tűlevele. Itt ennél a fenyőnél ugye az a probléma, hogy itt is megsínelheti a kölcsönzött fenyőfa, a földadás fenyőfa, hogy a hirtelen betesszük a melegbe, tehát erre érdemes odafigyelni minden esetben. És mi történik a vágott fenyőfával karácsony után? Erről ugye már volt szó, volt arról is szó, hogy én egy ilyen környezetvédelmi influencer vagyok, rövid kis videókkal szoktam az internetet így nézve bombázni, hogy ilyen felhívom dolgokra a figyelmet. Itt például egy kis videó lesz a karácsonyfával, mi fog történni, mutatnám is. Tudjátok, mi lesz a kidobott fenyőfákkal karácsony után? Mutatom. Ha a karácsonyi fenyőfánkat a kijelölt helyre helyezzük, akkor onnan az illetékes elviszi és feldolgozza. Jobb esetben falprólék, mulcs lesz belőle, vagy tüzelőanyag, és így tápfő készül a vágott fenyőfából. További részletek a profilomba lép. És akkor ugye a rosszabb esetben viszont mi történik? Hogyha nem akár mulcs készül belőle, vagy akár energia, ugye a mulcsot, hogy aki esetleg nem tudná, az talajtakaróként szokás használni, ugye kiskertekben, akár ha valaki konyakertje van, illetve akár az előkertben is a virágágyások mellé, ahol nem szeretnék, hogy gyomok kiszabaduljanak az év során. De rossz esetben, ahogy említettem, ezek az illegális üdéklerakásoknál szemétdombokra ugye kerülnek. Ez egy tipikus olyan jelenet volt annak idején, amikor karácsony után legyen az akár kereskedő vitte ki a már számára feleslegessé vált és el nem adott fenyőket, vagy esetleg ez pont nem arra utal, de voltak olyanok is, amikor a kedves lakos úgy gondolta, hogy neki így egyszerű megválni tőle, és rossz helyre tette. És ugye a másik az, hogy az elégetés. Tehát egy fűtési szezonban sok esetben a már félhalott fenyőfákat ráteszik a tűzre kiszárítatlanul, ezáltal ugye káros anyagok kerülnek a légtérbe, tehát így szennyezi a kedves lakos, aki el akarja ezt égetni, a levegőt, és emellett tönkre is teheti, persze hosszú távon rossz hatással van a kazánjára, vagy az a tüzelési eszközére, ami ezeket a hulladékokat, fa hulladékokat, a fenyőfákat elégetik. És begyűjtési probléma szokott lenni, hogy egyes emberek nem megfelelő helyen távolítják el a fenyőfájukat. Itt Budapesten látható egy Google Street-nek volt egy ilyen képe, hogy valaki, én tudom éppen ki volt az, kidobta az ablakon a megunt fenyőfáját.
Eldicsekedhetnék vele, hogy ez ki volt amúgy az apósom, de igen, de azt akartam kis felvezető után, hogy ez nem szabad ilyet csinálni, balesetveszélye szokott lenni, hogyha valaki éppen alatta áll és ráesik. Itt abból volt szerencsés a történet, igaz, fennakadt a fán, de valami úton, módon, de mégis balesetmentesen lejutott, és valaki akkor utána elvitte, vagy valószínűleg a hulladék gazdálkodó Budapesten. Nevet szerencsére nem mondom meg az apósom nevét, de a lényeg, azt akartam ezzel mondani, hogy ezt tényleg ezt kerüljük el, mert ezt nem szabad. És ugye van még egy másik dolog, hogyha visszatérünk a fenyőfa témát, ugye még nem elapozva, de azért még azt is lezárva, azt tenném meg hozzá, hogy alapesetben ezeket így összevéve a legjobb megoldás szerintem, illetve a klimapolitikai intézet szerint is a vágott fenyő használata, mert ahogy ezzel támogatjuk ugye a helyi termelőket, segítjük ezáltal a klímaváltozás témakörében a maga szén-dioxid megkötését is, és alapvetően sokkal hangulatosabb, meghittebb karácsonyt tudunk elérni egy vágott fenyővel. Igaz, ugye van ez a negatív része, hogy a szegény fenyőt kivágták, de ezeket a fenyőket azért termesztik, hogy nekünk legyen karácsonykor, és és azért termesztik ezáltal, és ezek a pozitív hozadéka az, hogy ezáltal segíti és javítja a klíma, akár mikroklímát, de akár globálisan is a klímahelyzetet is. Van egy 5K szabály is, ami az 5K-ból fakad, hogy 5K kezdetű szavak, mondatok vannak itt egymás alá sorolva. A legkönnyebbtől a legnehezebbig, idézőjelben a legnehezebbig. Ugye karácsony alkalmával rengeteg reklámot, marketing anyagot kapunk, akár postaládánkra fizikálisan beszórva, vagy akár az e-mail címünkre, de akár bekapcsoljuk a tévét, vagy a rádiót hallgatjuk, vagy elmegyünk bármilyen bevásárlóközpontba, folyamatosan mondják, hogy vedd meg ezt, vedd meg azt, neked ezt kell lenni fog, akár a gyerekednek, de akár a nagymamának is, meg kell, hogy vedd. És alapvetően azt kell ilyenkor látni, hogyha zöldebben szeretnénk megélni a karácsonyunkat, akkor tudni kell nemet mondani, tehát köszönöm, nem kérem. És ez például egy hulladékmentes életmóddal is összeköthető, annak is egyik ilyen kiemelt eleme, hogyha ezzel elkezdünk foglalkozni, akkor a bevásárlás alkalmával kell írnunk egy bevásárlási listát, hogy ténylegesen azokat vesszük meg, nehogy elcsebbuljuk, hogy hát ez a kis cukorka is jó lesz a gyereknek, mert nekem is, és akkor berakom a kis táskámba. Mármint a vásárlás után, nem előtte, és akkor utána szépen ugye ezt megvesszük. Ilyenkor nehéz karácsonykor ezt megállni, abból is, mert szeretnénk adni a családtagjainknak. Illetve még a másik lehetőség, ha ezt tényleg sikerült meglépnünk, hogy kevesebbe is beérem. Tehát tavaly megvettem ezt a telefont, ami a legújabb telefon volt, nem mondok márka neveket, és most már kijött egy újabb verzió, és nagyon kéne, olyan jó lenne, és nem tud többet, mint az előző, kicsivel nagyobb a kijelzője, talán 1 megapixellel nagyobb, de ugye minőségben ugyanolyan bénán fotózok, tehát igazából teljesen mindegy lenne, nem azt fogja megújítani a minőségét a képnek, és akkor a kevesebbe is beérem. Tehát értjük ezzel alatt, hogy kisebb tévét is tudunk, a kisebb tévé, ami jól üzemel, és még garancia is van rá, akkor minek cseréljem le. Tehát itt rengeteg példát fel lehetne hozni, hogy ilyenkor ezt is gondoljuk el, hogy ténylegesen szükségünk van bizonyos termékekre, amit látunk reklámokban. Kijavítom és tovább használom. Ez is egy jó példa arra, hogy például a fogyasztói társadalmunkban a legegyszerűbb ugye eldobni a dolgokat, amik elromlottak. Viszont, hogyha kicsit odafigyelünk rá, akár meg is tudjuk azokat javítani. A rajtam lévő nadrág nem látszik, de meg van varva, én vartam meg, akár zsebét, akár más részén is már egyszer kiszakadt. Úgy voltam vele, hogy egyrészt lusta is vagyok elmenni boltba vásárolni és felpróbálni ezeket a nadrágokat, mert nem is akartam rá kiadni plusz pénzt, de otthon inkább megvartam és használom. De ugye a cipőre is egyszer véletlenül belerúgtam egy patkába, és szétnyílt a... Mert férfi, bocsánat. Férfi azért nem számít, hogy a nadrág. Ja, igen. Köszönöm a védelmet. Igen, és a... Most képzelj át. Igen, na és megragaszthatom a cipőmet, ugye a cipőre visszatérve, és ilyen szempontból egy kis kreativitás, vagy egy kicsit hozzáállás kell csak változtatnunk, és akkor meg tudjuk javítani. Nagyon sok olyan termék készül sajnos, ami tényleg úgy van kitalálva, hogy az elromoljon időn belül, erről már lesz később egy dia, és nem is akarom elmondani, miről van szó kimondottan, de nagyon sok gyártó már úgy készít a termékét, hogy tudja, hogy el fog romolni hamarosan. Külön gyűjtöm, szelektálom, tehát ezzel is tudjuk, hogyha vásárolunk ajándékokat a családtagjainknak, és azt becsomagoljuk valamilyen csomagolóanyagba,
azokat a csomagolanyagokat is tudjuk meg úgy tudatosan vásárolni, hogy már később a szelektíven gyűjtjük. Legtöbb esetben csak széttépi a kedves ajándékozott családtag, mert ugye a csomagolást nem tudunk mit csinálni vele, szét kell tépni, vagy szétbontjuk, de nagyon kevés esetben tesszük azt félre és használjuk újra. És a külön gyűjtés ilyenkor is karácsony alkalmával is fontos, mert rengeteg hulladék képződik, és a szelektív hulladék gyűjtés egy alap dolog már a Európai Unióban, tehát emiatt is sem szabad abból kimaradni. És maga a komposztálás is ott van, mint opció, így karácsony alkalmával is, mert rengeteg élelmiszer hulladék keletkezik, illetve konyhai hulladék pontosabban, amit lehet komposztálni. Élelmiszer hulladékokban is vannak többféle, amit már nem lehet, vagy nem érdemes rátenni a komposztra. Azokat esetleg, ha van otthon háziállat, és az nem finnyáskodik, és szereti megenni, és tényleg való neki, akkor érdemes nekik odaadni. És milyen ajándékot válasszunk? Ez itt a kérdés. Ugye fontos az, hogy tudatosan vásároljunk, főként, ha tényleg zölden akarunk gondolkodni, nem csak az anyagi megfontolásból, hanem amiatt is, mert ezáltal nem csak pénzt tudunk spórolni, hanem akár még ha tényleg zölden akarunk gondolkodni, akár még a lelki ismeretünknek is segít ez. Hosszú távon ne legyen káros a környezetre. Értem ez alatt, hogy rengeteg olyan termék van, aminek az előállítása alkalmával rengeteg szennyezőanyag kerül a légtérbe, vagy a környezet más területére, ilyen például a telefonok, vagy bármilyen elektronikai készülékek témája, mert rengeteg veszélyes hulladék található ezekben a készülékekben, hogyha rossz helyre kerülnek, és nem a szelektíven gyűjtjük vissza. Legtöbb ilyen készüléket a gyártó, pontosabban a forgalmazónak vissza lehet vinni, és ingyen átveszik, ha elromlott, ha már nem jó a garancia. Főként a kis és közepes háztartási gépekre ez mindenképpen igaz. Ha mondjuk egy hűtőt szeretnénk visszavinni, ott ilyen csereprogram által szokás ezt megoldani. Értve, ha van olyan kézügyességünk, akkor mindenképpen készíthetünk saját kezdőleg is ajándékokat. Gyerekkoromban volt ez divatos, amikor iskolás voltam, hogy már ott el kellett készíteni a karácsony ajándékot a szülőknek, és akkor lepjük meg egy rajzzal, vagy bármilyen kis ragasztott technikaórán készített dologgal. Nem tudom, hogy ma még ez divatos-e, de alapvetően ez egy jó opció szokott lenni. És ugye fenntartható anyagokból készüljön, az is már egy sarkalatos pont. Legtöbb esetben a ilyen zöld termékeket meg lehet úgy különböztetni az mond átlagos termékektől, úgyhogy az oldalán található egy bizonyos zöld címke, ami többféle verzió is van. Érdemes a zöld címkék után nézni, hogy tényleg hitelesek-e, de például Európában a legilyen hitelesebb az Ökolabel, az Európai Uniós zöld címke. Úgy lett megmutatva, hogy a karácsony zöldre festésével, így volt ez a szóhasználat volt használva, de ez nem rossz értelemben mondom, nem rossz volt ez rossz, de ugye ezt a szót összetételt, hogy zöldre mosás, vagy zöldre festés, sok esetben a marketingben szokták használni, amikor bizonyos termékekre azt mondják, hogy ez egy fenntartható zöld termék, és semmit nem károsítottunk vele, és sőt, még ha megveszed, akkor még vele segítheted a bolygót is, és nagyon sok ilyen termék is van sajnos a piacon. De egy másik témára is térjünk át, a tervezett elavulása. Esetleg erről hallott már itt valaki itt a jelenlévők közül? Egy csak egy két feltartás, csak úgy lát. Igen, többség. A Klimapolitikai Intézetnek volt tavaly egy erről szóló anyaga elemzése. Erről készítettem egy kis videót. Tudok már 120 éve égő világkörtérről. Tessék! Amióta felkapcsolták, megtörtént az első és második világháború, az 1956-os forradalom és szabadságharc, a voltaszállás, vagy éppen Magyarország rendszerváltozása is. A manapság jártott tízók élettartamához képest ez szinte hihetetlen lehet, hiszen a tervezett elavulásnak köszönhetően ezek a termékek hamar tönkön lehetnek. De ez a villanykörte 1901 óta folyamatosan ég, és most egy észak-kaliforniai tűzoltóságban található. A tartósága miatt még a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült. Ha nem hiszitek, akkor ezen a weboldalon élőben meg tudjátok nézni működés közben. A tervezett elavulással kapcsolatban ajánlok figyelmetekbe egy érdekes kutatást, amit a Klimapolitikai Intézet publikált a napokban, megtaláltok a profilomban lévő linken. TikTokra készítek ilyen tartalmakat, ilyen kis videós tartalmakat, és ott szoktam például az intézetnek a különböző elemzéseit, érdekesebb elemzéseit ilyen videóba feldolgozni. Ez egy tavaly készült videó, és tavaly is, idén is sajnos ez aktuális, mert igazából a tervezett elavulás lényegében arról szól, hogy akár garancia után egy-két nappal is elromolhatnak készülékek, és ezzel akarják ösztönözni a fogyasztókat a gyártók, hogy minél több terméket vásároljanak, ezáltal nekik több profitot tudjanak realizálni.
És egy karácsonyi dekoráció, ez eléggé megosztott téma lett az utóbbi években, legalábbis amióta ez a zero waste, hulladékmentes életmód így bejött a köztudatba, nagyon sokan fújnak rá, akik már elkezdtek ezzel a hulladékmentes tudatos életmóddal foglalkozni, mert igazság szerint a itt is rengeteg féle van, ami de lehet vásárolni, sok színes csomagolóanyagoktól egészen az teljesen újrahasznosított zöld, ökobarát megoldásokig. Most hallottam egy hírt, hogy talán egy országban be is tiltották, részben be is tiltották, vagy korlátozták az ilyen csomagolóanyagoknak a karácsonyi felhasználását. Csak egy nagyon ilyen szalag címben láttam ezt, de alapvetően több ország már ezt is próbálja valamilyen szinten korlátozni, mert hogy rengeteg hulladék keletkezik vele, és ha ténylegesen akarunk zöldülni, akkor az kell, hogy ezt is tudatosan tegyük meg. Most már léteznek viszont olyan lebomlónak nevezett csomagolóanyagok, amik nem fa vagy papír alapúak, hanem olyan kukorica keményítőből készített PLA műanyagok, amiket ipari körülmények között lehet komposztálni és lebomlik. Tehát ilyeneket is már lehet kapni, lehet akár fadíszként is kapni, fenyőfa díszként kapni. Tehát nagyon sok olyan tényleg olyan zöld díszítő elem, vagy akár csomagolóanyag is van, amit érdemes használni. És itt van egy nagyon egyszerű, triviális példa, hogy például készítettünk ugye hulladékból is díszeket, illetve csomagolhatunk is. Most nagyon egyszerű ez az újságpapír szindróma, hogy azt is akár erre is tudjuk használni, kinek mi az igénye. De talán van egy olyan opció is, ami talán még ennél is jobb, hogy olyan csomagolóanyagot használjunk, amit évről évre újra tudunk használni. Ilyen kisebb, ilyen kis ilyen szövet, textil zacskók, zsákok, amivel könnyedén le tudunk akár masnival is kötni, rábígyezteni, kinek szól az ajándék. Nem kimondottan arra gondolok, mint Amerikában van ugye a karácsonyak, ami a Mikulás, és ott van a kis zokni, amiben beleteszik az ajándékot, hanem Magyarországon is vannak ilyen kis tasakok, amivel lehet így ajándékot beletenni. Jó, persze az ajándék méretétől függ, de ugye csak nem a méret számít ajándékozás alkalmával. De viszont tudunk ugye csinálni otthon is ajándékot. Legjobb ötlet talán az, hogy ajándékozzunk időt. Szerintem, mert hogy ebben a rohanó, felgyorsult világunkban kevés időt töltünk a szeretteinkkel, és talán ez az egyik legjobb, amit ilyenkor talán tudok tanácsolni. Nem mindig az számít, hogy abba fejezzük ki a szeretetünket, hogy veszünk egy új telefont, hanem azt, hogy minél több minőségidőt töltünk a szeretteinkkel. Értem azt, hogy akár közösen elmegyünk valahova kirándulni, elutazunk, akár Magyarország határain belül valamilyen szép tájra, kirándulunk egy nagyot, közös élmények, de ennek sorra rengeteg, ami nem csak ebben a pillanatban kell, hogy odaadjunk, hanem későbbiekre gondolva, vagy fél év múlva mondjuk egy utazás, nem azt mondom, egy világkörüli utazás, de alapvetően az, hogy olyan dolgokban, amiket valószínűleg érdekelheti a kedves szerettünket, és akkor meglepetjük vele. De akkor lehetünk kreatívak is. Itt ezen a képen egy saját készített családfa látható, ahol ilyen sörös kupacokat használtak föl, egy képkeretet, meg ilyen némi papírt, hogy ugye összerakják ezt a képet, és ezen egy ismerősömnek a családfája van. És például ő így kedveskedett annak idején a családjának. És ugye vannak még ilyen tudatos utalványok is, ahol kimondottan zöld terméket tud vásárolni, ajándékot magának a kedves szerettünk, és ez is egy zölden megoldás, hogy ténylegesen az utalvány ténylegesen zöld termékre szól. És ugye van még egy másik dolog, amit ilyenkor gyakorta, hogy szoktunk hallani, hogy adakozzunk, ajánljunk fel akár különböző szereteknek, akár nem csak pénzt, hanem akár ruhaneműket, megunt játéktárgyakat, háztartási gépeket, stb. Tehát rengeteg ilyen gyűjtő pont van Magyarországon, ahol ezeket a termékeket, dolgokat el lehet vinni, és tényleg jó adni, jó érzés adni, és így valamilyen szinten valószínűleg az életben is vissza fog ez jönni, hogy mi adtunk egyszer, vagy akár többször is lehet ebből rendszert csinálni. Például ma volt az MCC központjában véradás, szívesen elmentem volna, lehet, hogy akkor most így kókattani tálnék, ugye véradás után meg egy kis az ember, hogy ez fáradtabb, de például is egy nagyon jó dolog így karácsony előtt, hogy ilyenekre is elmegyünk, és akkor totál ismeretlen embereknek tudunk segíteni vele. És ugye van még a környezettudatos tárgyi ajándék is, ami igazából az utalvány kategóriába is tartozhat, de hogyha nem arra várjunk, hogy a szerettünk válassza ki utalvány után azt az ajándékot, akkor mi is ki tudunk neki választani mondjuk egy tartós kulacsot, amivel tudjuk helyettesíteni például a PET palackot, tehát hogyha tartós kulacsunk van, legyen az akár fémből vagy a üvegből, ugye a fémet annak ajánlom, aki gyakran lejt dolgokat, mert hogy az üvegkulacs az hamar törik, nemrég én lejtettem egy sajátomat, de azóta kaptam egy másikat, de
Alapvetően a fém ilyen szempontból nagyon tartós, viszont az üveg az ilyen kicsit ilyen, nekem higiénikus annak tűnik, mert ezt nagyon jó ki lehet forrázni. És mit tegyünk az ünnepek alatt? Egy kérdésem van önök felé, hogy mennyire várják már az ünnepek alatti evés-ivást? Tessék? Karácsonyi rosszul mérte. Igen? De akkor ilyen jókat szoktunk ilyenkor lenni, ugye? Hogyha ki... Igen. Igen. Hát ilyenkor szokott az a probléma előfordulni, hogy rengeteg élelmiszer hulladék keletkezik, ami sokszor abból adódik, hogy nem tervezzük meg kellő mértékben a családi asztalt, hogy hány is lesznek ott, vagy esetlegesen túl sokat szeretnénk. A nagymamám szokott ezzel általában elönteni, hogy átmegyek hozzá, egyél ezt, ezél azt, de karácsonykor ezt még halmozottabban teszi. Van egy ilyen mém, ilyen vicces kép, az interneten volt egy ilyen kép, amikor arról van szó, hogy egy fölül van írva, hogy amikor átmész a mamádhoz, és akkor egy néni ott van, és a néni elé oda van tenni egy pisztoly, és az van aláírva, hogy egyél fiam, és akkor, tehát így, ezért sokszor így visszajön egy az életben is, hogy van valami valóság alapja. És ugye, ha vásárolunk, mondjuk készülünk a karácsonyi vacsorára, akkor ugye a helyi termelőtő piacról érdemes akár vásárolni. Igaz, ilyenkor téli időszakban az egy necces, kicsit ilyen hiányosabb így a készlet, amit ott lehet kapni, de érdemes helyi termelőtől vásárolni, akár kész ételt is, vagy mindig látom egység több pontosabban. De ugye ügyelnünk kéne, vagy kellene, ha zöldebben szeretném megérni a karácsonyi étkezést is, ugye, hogy a hulladék, élelmiszer hulladékot minimalizáljuk. Miért is? A világon tavaly volt egy elemzés, miszerint a kezdetektől, tehát maga az élelmiszer megtermelésének a kezdőpontjától egészen a végpontjáig egy x százalék kerül a kukába. Önök szerint mennyi ez a százalék? A 100%-ból hány százalék kerül a kukába? 20, 30? 40 százalék. Ez egy globálisan kell értem, mivel minden bele van véve egy kalkuláció szerint, és igazság szerint ez a plusz 40%-kal, ami ugye ilyenkor elvész, az úgymond az éhezőket is ugye etetni lehetne. És viszont másik dolog az, hogy ha odafigyelünk az élelmiszer pazarlásra, és ezáltal kevesebb élelmiszer hulladékot termelünk, úgy... 5000 forintot kajával? Magyarországon évente 1,8 millió tonna élelmiszer dobunk ki. A Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal 2019-es felmérése szerint az anyagban egy átlagos lakos évente átlagosan 65 kg élelmiszer hulladékot termel. Így kidobott élelmiszerek felénél elkerülhető lett volna a pazarlás. Az ételek átgondolt fogyasztásával egy átlagos magyar család akár 5000 forintot is spórolhat. Ajánlom, figyelj! Bocsánat, de a végén azt mondtam el, hogy az intézetünk is, a Klimapolitikai Intézet is ebben a témában rengetegszer már különböző anyagokat publikált. Ha beírják a keresőbe, hogy élelmiszer pazarlás, akkor a tavalyi cikkünk ebben a témában fog majd előjönni. Rendszeresen foglalkozunk az élelmiszer hulladék kérdésével is, hogy olyan is lehetne akár céges szinten, de akár lakossági szinten is az élelmiszer pazarlás csökkenteni. Illetve ahonnan érdemes még ilyenkor karácsony alkalmával ugye információkat gyűjteni, az a közösségi média. Igaz, de figyelni kell a forrásokra is, hogy ki ossza meg és hogyan ossza meg azt. De rengeteg olyan csoport van Facebookon például, ami például a háztartások hulladék nélkül van ilyen csoport is, amik kivonottan arról fókuszálnak, hogy például karácsony alkalmával is hogyan tudnánk csökkenteni a hulladék termelésünket. Emellett ugye rengeteg más ilyen felület is van, ahol ugye ebbe el lehet mélyülni. És van egy mondásom, minden előadásom végén el szoktam mondani a kérdések előtt, hogy ilyen sok beszélnek sok az zajja, beszélgetünk, én beszéltem, önök ezt végighallgatták, de hogyha úgymond ennek az előadásnak is legyen úgymond hozadéka, értelme, nélküled nem sikerülhet. Tehát alapvetően mindenkinek egy kicsit oda kell tennie magát, hogy ha ténylegesen környezet tudatosabban akarja megélni a karácsonyát, vagy egy a földé, vagy az ökoszisztémája, vagy a jövőnké akarna tenni, ez egy közös összefogást igényel. Kedves nézőink, a köztérben azzal foglalkoztunk, hogy hogyan lehet a fenntarthatóság szempontjából jól ünnepelni a karácsonyt. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.